Üdvözletem! Hétvége, teleprojekt ismét. Íme megkezdődött az áskálódás. Ugye a víznek a befektetése fog következni. Azt a csövet ugye ketté akarom vágni, így nyisz. TL-osztót bele kell tenni, és a TL-osztóból szépen el lesz vezetve a víz. Itt már elkezdtem ásni az árkot. El lesz szépen vezetve a víz. Egészen eddig a pontig, itt kap egy derékszöget ide befele, de ugye természetesen itt azért kicsit lejjebb. Ez nem tudom mennyi, egy 35 centi, nagyjából 35 centi mélyen fog menni, körülbelül. Hát ugye főleg azért, mert azért szeretnék valamennyi lejtést adni a dolognak, úgyhogy ezért fog mindenképpen így haladni a dolog. Hát eszközök tekintetében egyébként túl sok minden nem kell a dologhoz. Kell egy ilyen ásószerű képződmény, egy csákány, főleg a csákány, meg egy lapát. Körülbelül ennyi a műsor, ami kell hozzá, nagyjából, más nagyon nem igazán. Nem szükségeltetik. Ja, meg egy vödör egyébként ahhoz, hogy a dzsuvát összeszedjük. Ugye említettem, hogy ez a járda, az ilyen jó kis mungli kövekből van kirakva. Hát ott vannak a hozzávaló kövek. Úgyhogy azért látszik ám, most például ehhez a 40x40-es laphoz, hogyha mérjük a dolgot, azért elég méretes darab kövekről van szó. De nem tudom, miért nem mutatom meg egyébként, meg három lépés. Na, tehát ugye ilyenekből van kirakva a járdácska, meg ilyenből. Hát ez volt ugye a kopófelület, ez elég jól látszik. Ez összes többi meg szépen alatta volt. Na most mindet egyébként nem fogom elbontani belőle, mert mindnek az elbontása nem szükséges. Inkább csak annyit fogok elbontani, amennyi feltétlenül szükséges. És a víz befektetés után ugye kirakom szépen majd kővel, lefedem földdel egyéb. De ugye ebből ugye a járdát ahogy csinálom, nem kell túl sokat eltávolítani. Így jobban látszik, ez az. Tehát ebből a részből túl sokat nem kell eltávolítani. Hát itt kicsit le kell gyalulni belőle. Aztán ebből, itt a járda szélességét figyelembe véve, ebből itt egy kicsit le kell venni. Az összes többi gyakorlatilag itt fog maradni végig, mert a szegélykő az fölötte lesz. Egy jó 10 centire a jelenlegi járda fölött van. Tehát egy 5 centi murvát kap és megkapja a járólapot. Nagyjából ez a terv. Lehet egy évre vizet hozunk be. Úgyhogy kb. Ennyi. Áskálódom, aztán meglátjuk a többit. Emberek, kb. Ennyire vagyunk éppen ezzel az áskálódással. Most ugye abba az irányba kezdtem beásni, és találtam egy érdekességet. Kérem szépen. A régiek biztos tudják, hogy nagyjából ez hogy is nézett ki annak idején, de azért megmutatom nektek. Szerintem elég egyértelműen látszik, ugye vetőmag vállalat. Kicsit közelebbről is, hogy lássátok, hogy miről van szó. Ugye? Ez itt egyébként, ugye, uborka. És ide van aláírva, hogy szenzáció, hosszú. Kb. Ennyi, és tekintsétek meg a dátumot, 1974-es cuccról van szó, és ezt az egészet valahogy itt bent találtam ezen a szakaszon, tehát körülbelül akkor építhették ennek a háznak mondjuk az alapját, vagy ugye egyáltalán akkoriban készülhetett maga a ház annak idején. Úgyhogy most tulajdonképpen ez a 74-es kis bigyó retro árulkodik arról, hogy milyen régi is maga az építmény. Na, üdvözletem! Igazából ugye ki van ásva maga az árok, azzal igazából nem nagyon van gond. Most a második lépés következett volna, ugye magát a TL-osztót kellett volna ide beépíteni ebbe a környezetbe. Utána hozzátenni ugye ezt a csövecskét. Na hát igazából egyetlen probléma van vele. Ez a cső, ez 3,5-ös, ez a cső viszont 4-es, tehát ebbe nem nagyon fog beleférni ez a 4-es cső. Úgyhogy becumi a történet,
ezt itt most befejezzük egyelőre. Hát kell vennem egy olyan télosztót, ami a 4-esbe belemegy és KPL-csőbe csatlakoztatható. Aztán hát addig is mondjuk úgy csönd van. Úgyhogy most körülbelül itt tartunk, foglalkozni kell valami mással egyelőre. Darazsak jönnek, támadnak. Körülbelül foglalkozni kell mással, mert most ez egyelőre ez lett. Sajnos. Itt a szomszédban szól a rádió. Olyan rohadtul bele hallatszik ebbe a kibaszott videóba. Na mindegy. Na, hát megvan az alkatrészünk, de semmi gond, mert egyébként később majd simán lehet használni ezt az alkatrészt. Íme. Na, később simán tudjuk majd használni ezt az alkatrészt, mert a víz átvezetése ugye az épületen belül is KPL-csővel fog történni. Úgyhogy nincsen vele gond, lehet majd használni, csak pillanatnyilag ez nem alkalmas arra, hogy átvezessük a illetve a télosztóval megcsináljam azért az elosztást, ugye mert 4-es a cső. Hát, igazából olcsóban akartam megúszni KPL-csővel, ez nem fog menni. Mindenképpen kell egy rész télosztót vennem, mert ugye ez a télosztó, ez a KPL-csöves télosztó, ez igazából annyira nem jó. Úgyhogy a vizes témáról egyelőre ennyit.